Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai estén. Nagyon jó érzés újra, hogy együtt lehetünk, illetve az is, hogy egy kis világ megváltással folytathatjuk a szokásos péntek estéinket. A könyvem, amit itt is láthattok, meg ott is, meg mindenhol, ez 6 programba próbálja megoldani a világ klíma problémáját, klímakérdését, és ebből 2 programot már átbeszéltünk az előző előadásokon. Ugye itt látható a 6 program, ami összefoglalja és rendszerbe foglalja azokat a megoldáscsomagokat, amelyek ugyan önálló programonként is működnek, de attól olyan szépek és jók, hogy egymást erősítve tudják ezek a programok együtt megoldani a klímaváltozás problémáját. Legalábbis hiszem és tudom, hogy ez így van. Bízom benne, hogy a hallgatóságot is sikerül meggyőzni erről, illetve az olvasókat is, akik veszik a fáradtságot, hogy egy ilyen könyvet elolvassanak. Az előző 2 előadás után a 3. programmal fogunk ma foglalkozni, ez pedig a népesség program. Alapvetően amikor a klímaváltozás kérdéséről beszélgetek emberekkel, akkor a legtöbbször azt a választ kapom, hogy hát ki lehet itt akármit találni, meg akármit lehet okoskodni, meg agyalni, a túlnépesedés önmagában ki fog minket pusztítani, a túlnépesedés a legnagyobb probléma, és mivel a túlnépesedést úgysem lehet megoldani demokratikusan, ezért alapvetően teljesen mindegy, hogy én mit beszélek. És megértem ezeket a szkeptikus reakciókat, hiszen én 25-30 éve gondolkodom ezeken a problémákon, és pár évvel ezelőttig még össze nem állt a fejembe a kép, hogy a népesség problémát hogy lehet megoldani demokratikusan, addig én is ugyanilyen pesszimista voltam. Mielőtt nekiállunk a megoldásról beszélni, először beszéljünk a problémákról, hogy ez tényleg milyen komoly probléma. Az első probléma az, hogy már most túlnépesedettnek tekinthetjük a földgolyót. Ennek nagyon egyszerű a tünete, a tünet együttese. A klímaváltozás önmagában egy tünet együttes. De hogyha azt nézzük, hogy milyen drasztikusan pusztul ki a világ, hogy a biodiverzitás milyen drasztikusan csökken, hogy elindult az úgynevezett 6. nagy kihalási folyamat, a kutatók ezt a nevet adták neki, ez mind-mind bizonyítéka annak, hogy túlnépesedtünk és túlhasználjuk a földgolyót. Ugye annyi a különbség a 6. nagy kihalási folyamat és az előzőek között, hogy az előző nagy kihalási folyamatokat valami külső tényező okozta, mint például a dinoszauruszok idején egy nagy meteor. Az ember az első olyan élőlény a Földön, legalábbis az ember által ismert történelmet és evolúciót figyelembe véve, hogy elvileg egy okos, intelligens lény, és mégis képes önmagát kipusztítani, illetve magával rántani a fajok 99,99%-át. Ugye azért dolgozunk, és azért vagyunk ma is itt együtt, hogy ez ne így legyen, és hiszem, hogy nem ez a jövő vár ránk, de most egy nagyon-nagyon nagy esélyünk van arra, hogy ebbe az irányba forduljon az életünk. És ugye, ha jobban belegondolunk az emberi társadalom működésébe, akkor tulajdonképpen az emberi társadalom alapvetően életpusztítóvá vált. Tehát az élet minden területén az ember pusztítja a környezetét, pusztítja az élő lényeket, az egész élővilágot pusztítja. Olyasmi ez az egész, mintha átálltunk volna a túloldalra, mintha hazaárulók lennénk. Ugye az egész univerzumot föl lehet osztani élőkre és élettelenekre, és alapvetően mi élők vagyunk kevesebben. Hogyha megnézzük az univerzumnak az élettelen részét, akkor azért az élettelen világ az úgymond túlerőben van. Nagyon picik azok a helyek az univerzumban, és nagyon kevés, ahol az életnek van esélye megtelepedni. És mégis, és ezt ha így nézzük, akkor ez nagyobb kincs, mint hogyha gyémántot találnánk valahol a Föld alatt, hogyha az arányokat nézzük. Az univerzum arányaihoz képest az a kevés hely, ahol valószínűleg van élet a Földön kívül, meg a Földön, annyira parányi helyek, hogy ez egy hihetetlen nagy érték, ezek a létformáknak a léte. És mi mit csinálunk? Mi emberek, akik a Földön elvileg a csúcs élőlények, azt csináljuk, hogy ezeket az értékeket teljesen ilyen rabszolgasorba hajtottuk, és azt hisszük, azt gondoljuk, hogy nekünk mindent lehet és felélhetjük ezeket akármilyen mértéktelenséggel.
alapvetően ez a fő probléma, és 2050-re, hogyha nézzük az ENSZ-nek a népességi modelljeit, akkor alapvetően elmondható, hogy 2050 környékére 9-14 milliárd fő között lesz az emberiség várható lakosszáma, és ezt gondolják, hogy ez lesz a tetőzése a lakosszám növekedésnek. A biológusok többféle kutatást végeztek ezzel kapcsolatban, és abban körülbelül hasonló ugye a kutatóknak az eredménye, hogyha a jelenlegi étkezési szokásaink szerint akarnánk ellátni ennyi embert, akkor a földi biomassa 80%-át kellene élelmiszertermelésre fordítanunk, azért, hogy ennyi embert éhezés nélkül eltartsunk. Hogyha belegondolunk, hogy mennyi egyéb természetkiszorító tevékenységünk van, települések, bányák, utak, rekreáció, stb., akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy nem hagyunk a természetnek semmit. Hogyha a természetnek semmit nem hagyunk, akkor azt gondolom mindannyiunknak egyértelmű, hogy ezt nem élhetjük túl, hiszen a természet tart el minket. Szóval ez a túlnövekedett népességszám, ez tényleg egy nagyon komoly és nagyon drasztikus probléma. Ezt a problémát fokozza azt, hogy az embernek a hatékonysága hihetetlenül megnőtt. A középkorhoz képest, amikor még szekérrel jártunk, alapvetően olyan technikai felszereltségünk van, hogy hihetetlen tempóba tudjuk pusztítani a világot. Ha megnézzük, hogy egy átlagos mai óceáni halászhajó egy focipályányi méretű hálókat húz, és több magyarországnyi területnyi korallzátony pusztít el egyetlen hajó a húzóhálói révén egy év alatt. Vagy hogyha azt nézzük, hogy az amazonasi esőerdők területéből egy magyarországnyi területet írtunk ki minden évben. Ez azért van, mert nem csak a kapzsiságunk nőtt, nem csak a jólét fogalma változott meg a fejünkben, hanem alapvetően azért is van, mert hihetetlenül hatékonyan tudunk fát vágni, és hihetetlenül hatékonyan tudunk mondjuk az óceánba halászni. Ez az egyre fokozódó technikai fejlettség és a hozzá kapcsolódó hatékonyság tulajdonképpen az életpusztító erőinket megsokszorozta. Aztán jön a másik probléma, a globális kulturális torzulás. Az ember hihetetlenül önző lett, hihetetlenül hedonista lett, erről majd többször fogunk beszélni. És az egész médiából azt kapjuk, úgy nevelik az átlagembert a médián keresztül, hogy bármit megkaphatsz, hogyha akarod, csak eléggé kell akarnod. Sóvárogj utána, minél többet akarj, minél gyorsabban akarj, minél szebbet akarj, birtokold, ne legyen sosem elég. Ezt kapjuk állandóan minden irányból, és alapvetően, hogyha összerakjuk, hogy hatalmas népesség, óriási technikai fejlettség, mértéktelen önzés, ezt a három tényezőt összeszorozzuk, akkor az jön ki, hogy tulajdonképpen hihetetlen hatékony pusztítógépekké váltunk. És ez egy komoly probléma. Szóval a túlnépesedés az tényleg az egyik legnagyobb problémája ennek az egész dolognak.